Szerintem minden műkörmösben minimum egyszer felmerült már az a kérdés, hogy miért van az, hogy bizonyos termékek az UV lámpában a köttetés során ilyen kékes fényel világítanak, mások meg nem. Hogy mi az oka ennek, és hát amennyire én tudom, van a körmös piacon, a körmös közösségben egyfajta ilyen téfit, hogy ezekben a termékekben van valamiféle UV szűrő, és ezért világít így kékesen, és ez az UV szűrő arra hivatott, vagy azt a célt hivatott szolgálni, hogy az UV-fény a napfény kitettségére ne fakuljon ki a szín, ellenállóbb legyen, ne sárguljon. De ez téves megállapítás, nem nincsenek ebben UV-szűrő adalékanyagok egyáltalán. Van viszont valóban benne valami adalékanyag, ami miatt ez a kékes fény előfordul, vagy látható. Ez az adalékanyag pedig nem más, mint egy optikai világosító kérdés az, hogy miért van erre szükség, és ez hogy működik. Na, kezdjük az elején. Miért van erre szükség? Hát azért, mert aki látta a korábbi Mystic DN, egy korábbi Mystic DN az előadásomat a Hemofri termékekről, hogy például az előadás elején elmondtam, hogy mi az a három főszetevő, amiből egy zselé alapú vagy bázisú termék fölépül, legyen az egy alapozó zselé, építő zselé, vagy éppen egy gélla, hogy ez a három dolog, gyorsan átismételjük, is, át az a gyanta, az oldószer és a fotó megkötő anyag, és ez utóbbi lesz itt a ludas, és erről kell egy kicsikét beszélgessünk, ugyanis bár ez a, ez a harmadik összetevő a fotó megkötő anyaggal a legkevesebb, illetve ennek az aránya a legkevesebb a végterméken belül, ez 1% százalék körüli, mégis ennek az adalékanyagnak, vagy ennek az összetevőnek pontosabban van egyfajta tulajdonság, hogy ez képes sárgítani a végterméket, sajnos ez van. Hát vannak olyan fotomegkötő anyagok, amik kevésbé, és vannak olyanok, amik egy kicsit jobban. Egyébként a TPO is egy ilyen fotó megkötő anyag, amiről tudjuk nagyon jól, hogy 2025. szeptember 1-től tiltva, de erről majd talán az eladás végén még egy rövid említést teszek. Szóval a lényeg az, hogy a TPO kevésbé sárgul, de az is sárgul. Úgyhogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezt a sárgulást ellensúlyozzuk? És alapvetően két opciója van itt a gyártóknak, amit el lehet követni ennek érdekében. Az egyik az, hogy a fotó megkötő összetevő arányát még jobban lecsökkentik a végterméken belül. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy a kötési idő, a polimerizáció kitolódik, tehát hosszabb lesz, ami viszont nem olyan jó terméktulajdonság. Ezt azonban lehet még egyébként egy kicsikét befolyásolni bizonyos kötésgyorsító további adalékanyagokkal, de hát anélkül, hogy most belemennék a teljes kémiai jellemzésébe ennek a folyamatnak, maradjunk annyiban, hogy ez nem a legoptimálisabb megoldás. És van a második megoldás, hogyha ezt a már korábban említett optikai világosító adalékanyagot tesszük bele a termékbe, aminek egyébként az lesz a lényege, hogy a sárgulást mint olyan nem fogja megakadályozni, az ugyanúgy sárgul az a termék, csak optikailag, vizuálisan, szabad szemmel nem lesz látható legalábbis addig a két-három hetes periódusig, amíg a vendég jellemzően visszajön, és mondjuk frissítjük a manikűrjét, kap egy új délakszettet, egy új épített műkörmöt. Tehát addig kitolja ezt, és addig nagyon kicsit, vagy alig, vagy sehogy sem lehet észlelni majd ezt a sárgulást. Ez erre jó. Egyébként, és ezért van az, hogy kékesfényen világít az UV lámpában ez a termék, mert abban az adott termékben, ami kékesfényen világít, van ebből az optikai világosítóban, amit egyébként használnak más iparágakban is, tehát például, hogyha egy, veszed egy sima fehér A4-es lapot, abban is van, beteszed az UV-fény alá, látni fogod, hogy annak is van egyfajta kékes színe, de mondjuk egy fehér pólót, ha UV-fény az is jellemzően világítani szokott. Nem hiába egyébként öblítőszerben is alkalmaznak a legtöbb gyártó ilyen optikai világosítót, tehát ez több iparágban is egy bevett történet. Tehát még egyszer, ezettől a sárgulás az, az működik, de ez mondjuk úgy, hogy elfedi ezt a sárgulást, addig a periódusig, addig az időszakig, amíg ugye megújítjuk a géllakot, a manikürt, építünk egy új műkörmöt. Szóval hogy erről szól ez a történet, nem UV szűrő van benne, hanem egy ilyen optikai világosító, ami arra hivatott, hogy a fotó megkötő anyag által előidézett sárgulást elfedje, kitolja, és boldog legyen a vendég, és nyilván a körmös is, hogy nem volt fakulás, nem volt sárgulás. Ami még talán nagyon fontos, és erre mondtam, hogy kitérek majd a végén, ugye a TPO mint olyan, ezt tudjuk, hogy 2025. szeptember 1-től tiltott lesz a működöm kozmetikumokban, hogy használják. És ugye erre kimondta az Uniós Bizottság, hogy károsíthatja a termékenységet, szóval nem játék. Éppen ezért már gőzerővel folynak a fejlesztések, hogy a TPO-t kiváltsák, amit egyébként nehéz, meg szerettek a gyártók, mivel a sárgulási faktor eleve nagyon kicsi volt, tehát nem kellett nagyon ellensúlyozni semmit, volt, hogy egyáltalán nem kellett. Most olyan alternatívák vannak, amik sajnos jobban sárgítanak, de a fejlesztések folynak. Minden esetre azért azt szeretném kiemelni, hogy ha valaki szeretne biztonságos működőm alapanyagot használni, akkor igenis tudjon, hogy TPO nem lehet abban a termékben, amit használ. Minden olyan termék, amelyet az Unióban szabályosan akarnak forgalomba hozni, az a CPMP-be be kell, hogy legyen regisztrálva. Zárójelben, mi ez a CPMP? erről is van videó, meg fogjátok tanálni. A lényeg az, hogy ha biztosra akarsz menni, hogy az az adott termék nem használ semmilyen összetevőt, ami egyébként káros lehet az egészségre, és amire az Európai Unióban kimondták, hogy ezt tilos használni, akkor csak olyan terméket válasz, ami regisztrált a CPMP-ben. A nehezítés az, hogy te ezt nem tudod lecsekkolni, de majd ebben mi segítünk.